Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. Mai adásunkban beszámolunk Csongrád képviselő testületének aktuális döntéseiről, valamint az Idősek Hete program sorozatról. Ezt követően egy hosszabb beszélgetést láthatnak a Csongrádi Kertbarát klubról. Kérem, tartsanak velünk ma is! A legutóbbi testületi ülésen több fontos előterjesztést szavazott meg Csongrád képviselő testülete. Ezekről a témákról adott tájékoztatást szerkesztőségünknek dr. Juhász László, a városjegyzője. A képviselőtestület két fő napirendi pontot tárgyalt, illetve kitüntető címek adományozásáról is döntött. Az Értéktárbizottság munkáját tárgyalta meg, szintén beszámoló formájába, és elfogadta. Az Értéktárbizottságról azt kell tudni, hogy ez egy háromtagú testület. Az előterjesztések keretében a képviselőtestület elfogadta az első lakáshoz jutás pénzügyi támogatásáról és a garzon lakások odaítéléséről szóló helyrendeletünk módosítását. Nagyon sok változást eszközölt ebbe a rendeletünkbe, könnyebbé és egyszerűbbé tette a támogatások odaítélését. Hagy mondjam el, hogy a korhatárt e tekintetben fölemelte a testület 35 évről 40 évre, tehát gyakorlatilag a 40 éves korosztály is jogosult első lakáshoz jutó támogatására, amennyiben nincs az ország területén legalább 50%-ot elérő lakástulajdona, pusztán csak ez egyetlen kizáró körülmény e tekintetben. Továbbá a jövedelemhatárt is eltörölte, tehát szeretnénk azt, hogy a talán jobban kereső, magasabb jövedelmű fiatalok is beleférjenek a támogatásba, hisz egy-egy ingatlan vásárlás egy életre szól, és ne legyen kizárva senki e támogatás odaítélésétől, ha magasabb is az átlagnál a jövedelme. Továbbá februárban bevezettük azt a fajta támogatást az első lakáshoz jutóknál, hogy azon személyek, azon családok, fiatalok, akik Csongrád meghatározott részén, vagy a Bokros település tekintetében, Bokros utcán vásárolnak olyan leromlott műszaki állapotú ingatlant, amelyet aztán elbontanak, és a családi otthonteremtési támogatás keretében új ingatlant, új házat építenek erre a területre, akkor az önkormányzattól 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. És kimondta a testület, hogy az egyébként is odaítélhető helyi támogatások mellett, pluszban, ha valaki egy új ingatlan építésébe fog bele, akkor a kettő együtt is folyosítható a fiatalok számára. Úgyhogy ezzel is segítettük azt, hogy minél többen maradjanak a településen, minél több új ingatlan épüljön. Ezen túlmenően a képviselőtestület foglalkozott a belvárosi bolt működésével, az itt szerzett tapasztalatokat megtárgyalta, hisz nyár eleje óta működött a bolt, és mindenképpen több évre vonatkoztatva hosszú távon szeretnénk ezt a boltot működtetni, annak érdekében, hogy a város ott élő lakossága, ugye a belvárosi lakosság, illetőleg a nyári szezonban a köröstoroki vendégek jussanak el abba a helyzetbe, hogy közelebb találjanak maguk számára alapvető élelmiszereket. Ezen túlmenően a képviselőtestület készülve az október 23-ai ünnepi testületi ülésre kitüntető címek oda adományozásáról is rendelkezett. Itt is hagy ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Csongrád város díszpolgári címe ítélt oda Molnár József nyugalmazott polgármesterünknek, továbbá dr. Botos József nyugalmazott közgazdásznak a városért végzett munkájáért. Ezen túlmenően Pro Urbe díjban részesült Murányi László képviselő úr, néhai dr. Berkes István jegyző, és a helyi levéltár vezetője Georgiades Ildikó. Város közösségiért díjban részesült Gulyás Ferenc borász, és ezen kitüntető címek
oda adományozása az ünnepülés keretében október 23-án történik meg. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból ezekben a hetekben ünnepségsorozatot tartanak az idősek gondozásával foglalkozó intézményekben. A város önkormányzata a továbbiakban is fontos feladatának tartja az ellátórendszer fenntartását. Több rendezvényt állítottak össze a szervezők az idősek világnapja alkalmából. A szociális ápoló otthonban kiállítás, egészségügyi szűrés és vidám műsor is várta a lakókat. A kezdeményezéssel az idősek megbecsülésére hívják fel a figyelmet. Héten elindult az idősek heti rendezvénysorozatunk. Egész héten szombat délutánig folyamatos programokkal kedveskedünk a lakóinknak. A mai napon szerdán volt a fő rendezvényünk, amelyre meghívtuk Bedő Tamás polgármester urat, Cseri Gábor alpolgármester urat, a társintézmény vezetőket, önkormányzati dolgozókat, a Bökkényi Napraforgó óvoda Méhecske csoportja lépett fel, illetve a dolgozóink és a lakóink mondtak verset. Csongrád önkormányzata arra törekszik, hogy folyamatosan javuljanak az ellátás feltételei, az intézmények technikai háttere és a dolgozók munkakörülményei. Csongrád város önkormányzata az a szerencsés helyzetben, hogy a korábbi évek, különösen 2006-10 közt gyakorlatilag minden szociális ellátás nyújtó intézménye jelentősen meg tudott újulni. Azt követően is, hiszen 2010-14 közt pedig a hármas számú klub épült meg Bokroson. Összességében azt lehet mondani, hogy infrastruktúrális szempontból jól állunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne javítani a feltételeket, hiszen azért a belső felújítások több intézmény azért nem biztos, hogy hátrányára válna az intézménynek. Az energiahatékonyságon lehetne szinte minden intézménynél javítani, főleg amelyek teljes körű felújításon nem estek keresztül. És hát akár egy gépjárműparkról is beszélhetünk, hiszen azért ezek például a tajógondoki szolgálatos autók elég sokat mennek elég nehéz körülmények között, tehát fokozott az amortizációjuk, tehát minden ilyen pályázati lehetőséget figyelünk, és szeretnénk ezekkel a pályázatokkal élni. És vannak olyan lehetőségek, amelyeket nem akkora nagyságrendűek, amiket maga az önkormányzat is adott esetben költségvetésébe tud finanszírozni, ezek az apróbb, úgymond lépések és intézkedések, és hát azért van még egy dolog, ez főleg a dolgozói oldalról lehet érdekes, hogy azért folyamatosan figyeljük azokat a mozgásokat, amelyek a közszférában, például a bérfejlesztések környékén vannak, és azért mi is próbálunk egy kicsit majd valamilyen szinten ezzel lépést tartani, tehát olyan nagyságrendben nem tudunk, mint amilyen ágazati bérfejlesztések például az egészségügyben voltak, de azért azt szeretnénk, hogyha legalább egy intézményhálózaton belül viszonylag egységes javadalmazási rendszer valamiféleképpen kialakuljon, ezzel egy kicsit elismerve azt a munkát, amit nem csak az idősek gondozásában, bár az a szociális ellátás jelentős része jelenik meg így, hanem általában a szociális ellátásban végeznek. Az intézmények működéséhez adott számú szociális dolgozóra van szükség. A létszám tekintetében megfelel az ellátás a jogszabályi előírásoknak. A szociális ellátás területe nagyon szertágazó, tehát itt gondolom azokra az otthonokra, ahol tényleg gyakorlatilag már ágyhoz kötött gondozottaink vannak, ott tényleg fokozottabb, ahogy mondják, az igénybevétel is, és egyébként a feltételrendszer is megköveteli ezt, és vannak olyan alapellátások, ahol pedig a jogszabály követeli meg, hogy egy feladatot körülbelül hány ember láthat el. Most azért azt lehet mondani, hogy létszámgondokkal ebből a szempontból nem küzdünk, de azt is tudni kell, hogy jelenleg csak két ellátás, vagyis alapvetően egy ellátási forma, két intézményünk van, idézőjelben százszázalékosan kifinanszírozza, ez a Vasút utcai otthon és a Szent Imre utcai otthon. Az alapellátási feladatok, ami a kistérsége van fenntartva, még kistérsége kiegészítő normatívával is, azért nem fedezik a kiadásokat, pedig mindenütt csak annyi ember foglalkoztatunk, amit az ágazati jogszabály egyébként erre a feladatra előír. És hát azért egy tartós betegség, egy szabadság, esetleg olyan munkakör meglét, amire nem találunk rögtön embert bekövetkezése, többletfeladatot ró, az egyébként
ott dolgozók kollégákra. Tehát úgy gondolom, hogy most ebből a szempontból jól állunk, de ha a finanszírozás oldalát nézzük, akkor egy nagyon széles ellátást, ezek a úgynevezett nappali ellátások, a tanyaginnoki szolgáltató, akár a gyermek, tehát a családsegítős gyermekjóléti központig, a házi ápolásig, a szociális étkeztetésig, ezt azért az önkormányzatnak is meg kell segíteni egy kis támogatással, hiszen erre adott feladatokat a finanszírozás teljes mértékben nem fedezi le. Csongrád polgármestere szerint ezek az ünnepi alkalmak arra is lehetőséget adnak, hogy a döntéshozók közelebbről is megismerjék az intézmények működését. Bedő Tamás kiemelte, az ellátottak és a szociális dolgozók nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján fontosak a város vezetésének. Csongrád egyik legjelentősebb civil szervezete a Kertbarát Klub. A közelmúltban jeles évfordulót ünnepeltek, a legutóbbi képviselőtestületi ülésen pedig az egyik fő napirendi pontként tárgyalták a tevékenységükről szóló beszámolót. A részletekről stúdiónkban adott tájékoztatást a klub elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai stúdióbeszélgetésünk meghívott vendége Varga Andrásné, a Csongrádi Kertbarát Klub elnöke. Köszöntöm Önt itt a stúdióban. Mikor és milyen céllal alakult ez a Kertbarát Klub? Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. A Kertbarátok életében nagyon fontos dátum 1980. február 21-e, akkor alakult meg a Kertbarát kör a művelődési házba. 120 ember jött el, volt kíváncsi erre a programra, és az alakuló ülést Ornyik Sándor vezette a Hazafias Néfront részéről. És hogy mi volt a célja a Kertbarát kör megalakulásának, ezt egy akkori újság cikkből olvastam, és ezt szeretném is most ismertetni. A kör célja, hogy szervezeti keretek között biztosítsa tagjai számára a gazdasági és kulturális továbbképzést. Megismertetik és széles körben elterjesztik a kertészet, szőlészet korszerű agrotechnikáját, az új növényvédelmi eljárásokat, szereket, egészségügyi, higiéniás szabályokat, a legújabb termelési módszereket. Ezen a alakuló ülésen megválasztották a 7-tagú vezetőséget. Elnöknek Sebestyén Gábort, igen ismert volt ő a városban, a bútorgyárban dolgozott, és Földes Gyulát az ellenőrző bizottság elnökének, és aztán elindult a Kertbarát körbe a munka, a feladat és a célok alapján. Aztán az élet úgy diktálta, hogy a Kertbarát kör 2004. december 9-i alapszabálya szerint hát a nyilvántartásba vételét kérje, és a megyei bíróság el is rendelte ezt a következő év januárjában, és így a Kertbarát kör a társadalmi szervezetként kezdett működni. Akkor új vezetőséget választottak, Busa József lett az elnök, és a vezetőségbe került Vajon Aladár, igazgató urat mindenki ismerte, Sebesi István, Négyesi András és Fehér József tanár úr. A mi vezetőségünk 2013 óta működik, és most februárban lesz új választás, de amikor minket megválasztottak, akkor Busa József elnökünket tiszteletbeli taggá választottuk. Ő jelenleg 103 éves, jó egészségnek örvend, szellemileg és fizikailag is fit, úgyhogy nagyon örülünk és szeretnénk, ha sokáig köztünk maradna. Hát ennyi a történetünk, még talán avval egészítenem ki, hogy 2010 óta egyesületként is működünk. Tehát most már úgy látom, hogy teljes egész így a Csongrádi Kertbarát Klub, és a Kertbarát
kör volt a hivatalos neve először, de utána, amikor társadalmi szervezetként kezdett működni, akkor a bíróság ezt a nevet adta nekünk, hogy Csongrádi Kertbarát Klub. És milyen érdekes, hisz nem csak a város legidősebb embere tartozik az önök klubjához, hanem maga az egyesület is, ha jól tudom, a város legrégebb óta fennálló klubja, egyesülete. Illetve ami másik fontosságú és érdekes, amit ugye hallunk önökről, hogy abszolút politikamentes volt a kezdetektől kezdve ennek a klubnak a működése. Ahogy ez előbb mesélte, visszaemlékezve az akkori időszak tagjait, vezetőit, hát akarvakaratlanul is az idősebb korosztályról van szó. Tudnak-e a fiatalítás érdekében bármit is tenni klubon belül? Igen. Hát valóban a legrégébbi klub a miénk, és ez nagy bánatunk, hogy kevés fiatal jelentkezik, hát 5-6 fiatal van a klubunkban, de ők is igen elfoglaltak. Mi megértjük azt, hogy a mostani rohanó életbe nem nagyon tudnak bekapcsolódni az ilyen munkába, sőt, hát a szőlőt művelni, azt mondták az öregek, hogy ehhez hajlott hátú ember kell, tehát mindig benne kell lenni a szőlőbe, nem érnek rá, tehát megértjük. De azért most már Bokroson is vannak fiatal borászok, meg Csongrádon is, hát ha majd szép lassan elindul ez, mert azért nagyon szép és jó dolog a földet művelni, ha nehéz is, de sok szépség van, meg öröm benne. Én nagyon remélem, hogy majd jönnek közénk, és akkor fiatalodik a társaság, mert valamikor át kell lenni adni majd a stafétát. Földet művelni valóban mindig is a jól művelni a földet, mindig is a legnehezebb munkafolyamatok közé tartozott, és ha már munkáról van szó, akkor minden bizonnyal eszközökről, berendezésekről kellene, hogy beszéljünk. Milyen eszközei van ennek a Kertbarát Klubnak? Igen, már nagyon régen vásárolt a klub bogyózót, mert a kor követelménye az, hogy a szőlőt bogyózzuk le, mert akkor sokkal jobb bor fog teremni, sőt, bort hozunk létre, és a másik, hogy maga a törkő is, tehát a pálinka is sokkal jobb, nem büdös most már, mert az a szártól volt olyan illatú. Aztán van borszűrőnk, különösen azok, akik palackozott borokat is szoktak hát egymásnak ajándékozni, azokat is mindig leszűrik, és van még a komposztálónk, ez is nagyon jó kis berendezés, hiszen nem az a lényeg, hogy elégessük a rengeteg gajat, meg mindent, hanem ebben szépen fölaprítják, és akkor a komposztálóba tehetik. Majd utána innen hová kerül? Mert csak azon tévénézőknek járnék a kerülőbe, akik tényleg nem láttak még ilyen szerszámot, eszköz, vagy a munkafolyamat számukra abszolút idegen, hogy akkor legalább ők is betekintést nyernek. Tehát maga a komposztáló, amit földarabolunk, igen. Azt mindenképpen beletesszük egy komposztálóba, és akkor az a következő évre úgy megérik, meg szoktunk beletenni. Különösen nagyon jó az amalgelor, egy ilyen ásványi anyag, amit beleteszünk, és akkor szépen lebomlik. Az a következő évben szuper jó kis trágya növények alá. Tehát a végkifejlemény a trágya. Így van. Jó, én sem nagyon tudtam, tehát itt hozzáteszem. Igen. Milyen szakmai napokon vettek részt az elmúlt időszakban? Hát a legfontosabb feladat nálunk ugye a szakmai programok. Ebben az évben is volt több alkalom erre. Először Görög Zoltán hívtuk meg, aki a növényvédelem mérnöke, és most a zöldségek növényvédelméről szólt, mert nem csak szőlőt termelnek a mieink, meg gyümölcsöt, hanem sok zöldséget is, és ez is érdekelte a társaságot. A következő előadónk Szabadkai Imre volt, aki hát nagyon sok fontos dolgot mondott el. Először meglepődtünk, hogy a növényvédő szerek árusítása ebbe az évben megváltozott.
tudnélik, három kategóriába osztják a növényvédőszereket, és az első, második kategóriába tartozó szereket zöld könyvvel lehet csak megvásárolni, vagyis komoly vizsgát kell tenni ahhoz, hogy zöld könyvet kapjon valaki. És a harmadik kategóriájú szerek, hát azt meg kell mondani, hogy nem a legjobb hatóanyagok. Éppen erre gondoltam én is, igen, hogy az elmúlt időszakban nem sok időt szentelve nyilván a kertészet rejtelmeiben, de ha csak otthon nézem, hogy a gyomot akarom kipermetelni ugye a beton vagy a járólap, igen, közt, hát nem túl nagy sikerindexem van, megmondom őszintén, akkor ez ennek tudható. Igen, igen. És akkor annyit mondott Szabadkai Imre, hogy egyelőre még a kis kiszerelésű második kategóriás szereket megkaphatjuk. Hát, hogy jövőre így lesz-e, nem tudom, csak a kis vagy a kis kiszerelésű szerek nyilván drágábbak, mert ha valakinek egy-két hektó permetszerhez kell, akkor az sokba kerül. Tehát a leggyengébb minőségű, akkor így négy szem közt bevallva nem is túl sokat ér. Hát akkor nem. Csak nem. Az időt. Igen, igen. Jó, hát igen, de hát azért csak használjuk, mert kényszerülünk azt is. És ahogy a gyógyszerekben, a gyógyszerágazatban is rengeteg változás van nyilván az összetevőkben, ugye a vegyszerekben, ezekben hol látható, hol érzékelhető a különbség, mondjuk egy 5 vagy egy 10 évvel ezelőtti növényvédőszerben, hol látja ön a különbségeket? Hát nagy különbség van, mert szinte minden évben kivonnak egy-egy permetszert. Nyilván azért, mert rájönnek, hogy az emberi szervezetre a hatóanyag nem a legjobb, és hát ezt el is ismerjük, hogy ez nagyon jó, hogy így történik, csak nagyon nehéz védekezni. Ez a problémánk. A Kertbarát Klub jelen időszakában kiket várna leginkább? Tehát melyik az az ágazat, ahol a leginkább hiány van önöknél, és kiket várnak? Hát mindenképpen nagyon örülünk, ha szakemberek jönnek közénk. Így megemlíteném, hogy különösen nagy öröm volt számunkra, amikor Páfi Gyuri barátunk belépett a Kertbarát körbe, hiszen nagyon sokat segít nekünk a borok készítésében, tanácsokat ad, meg a borversenyek után ugye értékeli a borainkat, és bizony sokat javultak a borok minősége azóta, mióta köztünk van. Sőt, behozott egy fiatalt, aki vele dolgozik, Busch Robertet, és így ez nagyon sokat jelent nekünk. A borversenyen Pusztai Csaba szőlészborász is itt szokott lenni, ő hozzá is bizalommal fordulhatunk, mert ő is segít nekünk, még nem kell baráttak, de szándékozik belépni. Akkor ezek után csak rákérdezek, hogy hol és milyen gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, ha már a Páfi borásznak a neve felmerült, akkor gondolom, hogy az egyik oldala, a borászati ágazat oldalában nyilván ott voltak, de ezt leszámítva még akkor milyen gyakorlati foglalkozásokon, előadásokon vettek részt? Volt egy szőlőmetszési bemutatónk, mégpedig a kék frankos metszését mutatta be Gyuri, pedig idős emberek, akik ugye ott voltak, és mégis tudtunk újat látni, hallani. Mikor vége volt, azt kérték a kertbarátok, hogy jövőre is jöjjön el Gyuri, de másfajta szőlő meccését mutassa be. Vagy az elmúlt évben volt az őszi barack meccési bemutató, hát ott is nagyon sok érdekes dolgot tanultunk, láttunk. Nagyon hasznosak ezek, sőt, szoktak oltási, szemzési bemutatók lennek. Ezt nagyon várják a városba, a nem kertbarátok is érdekli. De az idén, bocsásson meg, az idén ma miért metszünk másképpen, mint mondjuk 50 évvel vagy 70 évvel ezelőtt? Tehát én nagyon nyitott vagyok minden információra, tehát úgy, hogy hallottam nagyapámtól is, hogy most két szemre visszavágtam, igen, megmondom őszintén, fogalmam, igen, nincs, hogy ez mit jelent, de utána, amikor hátat fordított nekem, azért csak megnéztem, hogy ez hogy zajlott le a kezei munkája után, de hogy metsz ma az ember
másképp, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Most az, hogy létrárállok egy fokedére, tehát én máskor nem látok hát különbséget. Azt is jelenti, hogy most már főleg kordonos szöllők vannak, és azért az csak másképp metszik meg. Még mindig jön újabb és újabb ezen a területen is, és tehát követni kell tényleg akkor, amit diktál. Ezért változik. De hát természetesen, hogy az öregek is tudnak tanácsot adni a fiataloknak, hát a nagy tapasztalat miatt. Én is erre gondoltam, igen, hogy 50 éves, 70 éves tapasztalatot. Így van, így van, így van. Milyen? Még akkor csak kanyarodjunk vissza egy kicsit erre a szakmai gyakorlatokra, hogy mivel egészíteni még ki, mert elnézést csak közben vágtam, hogy a kíváncsiságom, ugye meccés vonatkozásában, hogy milyen szakmai gyakorlatok voltak még? Hát voltunk Bokroson, minden évben van szakmai nap, és hát többen mondták, hogy bizony a kertbarátok nagyon szép számmal vettek részre, 35-en voltunk. Nagyon jó ez a program, mert megnézzük a ottani borászoknak a szőlőterületeit. Ungerbauer Györgynél voltunk, és Gulyás Ferencnél. Gyönyörű szőlőket láttunk, ott elmondták, hogy abban az évben milyen problémák voltak, tehát megbeszélgettük, hogy ők mit tapasztaltak, mi mit tapasztaltunk. Utána bent a kultúrházban a növényvédős szakemberek tartottak előadást, prospektusokat is kaptunk, tehát bemutatják azt is, hogy esetleg a következő évben milyen szereket lehet kapni. Hát arra nem kaptunk választ, hogy ez majd hanyadik kategóriájú lesz. Épp ezt szerettem igen. volna kérdezni. Erre nem kértek ki külön, de azért mégis tehát látjuk azt, hogy a növényvédőszerek is hát állandóan változnak, meg megújulnak, meg jobb, tehát a szakemberek szerint egyre jobbnak kellene lenni. Milyen programokon, rendezvényeken vettek részt az elmúlt időszakban, és akkor most egy kicsit távolodjunk is, úgymond az önök szakmaiságától. Hát kirándulunk minden évben, azt is elmondanám, hogy ez is félig meddig szakmai, mert mindig egy borászhoz elmegyünk, vagy egy pincészethez, és akkor ott is vagy a szőlőterületet megnézzük, bemutatják a pincészetüket, de hát borkóstoló is van, tehát sok mindent tanulunk ott. Ebben az évben Pannonhalmán voltunk, és ott tehát a apátságot meg a pincészetet néztük meg. Aztán vannak egészségügyi előadásaink minden évben, különösen köszönjük, hogy dr. Gulyás Katalin nyugdíjas főorvosasszony minden évben eljön hozzánk, és nagyon színvonalas, az egyszerű emberek nyelvén mondja el előadását, és tényleg ebből csak tanulni tudunk. Hát ebben az évben nagyon kiemelkedő lesz a program, egészségügyi előadás, mert megismerkedtünk mi Gyöngyösi Sándorral, a Fülöpök a biogomba termesztővel, sőt úgy hívják, hogy biogomba király, akinél már voltunk is Fülöpök, abban megnéztük a birodalmát, meg nálunk előadást is tartott, megígérte, hogy elhozza körünkben az ő költségén dr. Dinya Zoltánt, professzort, aki a Debreceni Klinikán dolgozik, és ő rákkutató és hatóanyag kutató, tehát nyilván a gombával fogja összekapcsolni majd a mondani valóját. Azon kívül voltunk mi a belvárosi kézműves házaknál a mentanapon, ott ismerkedtünk meg dr. Ideg Robert természetgyógyászal, és nagyon érdekes előadást tartott ott is a gyógy- és fűszernövényekről. Beszélgettünk vele, és ami nagyon érdekelte a kertbarátokat, a holtfázisok hatásai az emberi szervezetre. Na most nagyon sokszor használják a holdnaptárt, tehát az ültetésnél, metszésnél, nagyon, nagyon sokrétűen, és elmondják, hogy bizony bevált, még az igazság, olyan előadót nem találtam, aki a növényekkel kapcsolatosan tudna majd nekünk előadást tartani, de ennek is rendkívül örülünk, hogy az emberi szervezetre hogyan hatnak a holdfázisok.
Ha most dédszüleink hallgatnák ezt a felvételt, akkor nem is értenék, hogy mind gondol, mind csodálkozunk ennyire, de hát be kell, hogy valljuk, hogy ahogy régen adott esetben tényleg az ültetéskor, vagy kicsit később a műtétek során azért figyelembe vették, hogy a holtfázisok, akár a vérzések esetében, vagy a sebgyógyulás vonatkozásában milyen hatást tud gyakorolni a holtfázis különböző részei, hát akkor most ezen ők azon csodálkoznak, hogy mi mind csodálkozunk, de valahol én azt hiszem, nekik van igazuk, és hát épp ideje, hogy ha egy kicsit későn is kapunk a fejünk köz, de bizony egy ilyen nagyon fontos tényezőt is figyelembe vegyünk. Tudom, hisz ott voltunk azon a rendezvényen is, a családi napon, ahol önök is képviselték magukat, mert önök előtt is a család fontosság azért elsődlegesen van. Hogy érezték magukat a családi napon? Most nem tudom, itt pontosan mire gondol, mert mi a családi napot kint tartjuk az egyik kertbarátunknak a birtokán, Táncos Jánosnál. A családi nap azt jelenti, hogy ilyenkor a kertbarátok meghívhatják feleségüket, férjüket, vagy unokáikat. Hát és akkor a család egysége, igen. És akkor tényleg bográcsba főzünk, elbeszélgetünk, de ott is már mondtam az előbb is, hogy inkább szakmai kérdésekről, de meg büszkélkedhetünk a családdal is, ugye, hogy lássák a többiek is, meg azért baráti társaság mindenkit érdekel, hogy unoka, hogy halad tovább, tehát nagyon jók ezek a családi napok, hogy együtt lehetünk. Ami önök nélkül el sem képzelhető, a zöldség-gyümölcs kiállítás. Hát minden évben szerepeltünk terményeinkkel Bokroson, most nagyon sajnáltuk, hogy ebben az évben elmaradt. Nem tudták a bokrosiakat most beszervezni erre, mi pedig nagyon készültünk, úgyhogy most gondolkozunk azon, hogy a következő évben Csongrádon kellene megtartani, és akkor mi kezdeményeznénk, mi bonyolítanánk le ezt a kiállítást, és akkor mi hívjuk majd meg a bokrosiakat. Az idős korosztály elsődleges egyik szempontja az egészségvédelem, bár több név is felmerült már itt természetgyógyászok, professzorok esetében, a prevenció jegyében, az egészségprevenció jegyében mit tudnak tenni a klub működésében, hogy az egészségre egyre nagyobb fókusz kerüljön? Hát nálunk a legfőbb feladat az, hogy ne permetezzük agyon a gyümölcsöket, a szőlőt, a zöldségeket, mert a gyerekeink, unokáink, a család asztalára ne ilyen termékek kerüljenek, meg természetesen aki eladja, annál is nagyon fontos, tehát ezt mindig szem előtt tartjuk, és én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és az, hogy egészséges gyümölcsök és zöldségek legyenek, és minél többet fogyasszanak a vásárlók is, meg a család is, mert van mi nekünk a Kertbarát Szövetségünknek, Országos Szövetségünknek egy jelmondata, amely szerint a kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, és fogyassz magyar terméket. Hát mi e szerint dolgozunk, tevékenykedünk. Hát remélem ez mindenkinek beégett a tudatalattiába, hisz tényleg egy nagyon célirányosan jó jövőképet mutató gondolatsor volt. Egész biztos vagyok benne, hogy főleg olyan emberek, akik nyilván a szeretet egysége fog össze, az más szervezetekkel, más klubokkal is jó kapcsolatban van. Hát arról meséljen kérem, hogy kikkel, milyen más kertbarát klubban, vagy éppen nem feltétlen kertbarát klubban milyen kapcsolatuk van. Még nem említettem, hogy mi két országos szövetségnek vagyunk a tagja, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, a másik pedig a Vasútas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége. Hát itt meg kell állnom, hogy kerülünk mi a vasútasokhoz. Igen. Hát az egyik kertbarátunk, Füzesi Ferenc, Csongrádon vezette a Vasutas Egyetértés Klubot, aki hát régen vasutas is volt,
és ő mondta mindig, hogy nagyon-nagyon jó klubok vannak a vasútasoknál, és sok lehetőség van, akár üdülési, meg különböző programok, kirándulások. Ő nagyon javasolja, hogy lépjünk be a szövetségbe. Hát végül azt mondtuk, hogy jó, belépünk, nem bántuk meg. Tudnélik, tényleg szinte hetente hívnak bennünket különböző programokra, a szövetség is, meg a klubok is. Éppen most szombaton lesz Szentesen a Lendület Vasutas Klubnak a 20 éves évfordulója, arra mennek a kertbarátok. Aztán a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének is rengeteg tagja van, ott szintén a különböző klubokhoz elmegyünk, és nagyon jó, hogy a megyei elnökünk 2 éve elhatározta, hogy legyen olyan, hogy a kertbarátok a megyei és a regionális területről találkozzanak minden évben, mindig más helyen. Tavaly voltunk Kisteleken, 35-en voltunk, a kertbarátok, nagyon nagy helyiség volt, és így elmehettünk. Ebben az évben pedig Makón voltunk, most 10 fővel. Ezeken a találkozókon bemutatják az elnökök a klubukat, tehát megismerjük a másik klubba is, hogy mit tevékenykednek, és ami nekem különösen tetszik, hogy nem csak a klubot, hanem a várost is bemutatjuk, és annak a programját. Tehát akkor fölhívjuk a figyelmet, hogy miért jöjjenek el a városunkba, és már erre több példa is volt, és azt hiszem, hogy a turisztika szempontjából is ez nagyon fontos. Így épp akartam mondani, ez már marketing szempontból is tényleg egy hatalmas előrelépéseket tud hozni az ember, hogyha ezeket a kapcsolati tőkéket, úgymond erre a nemes célra használja. A város intézményeivel, iskoláival milyen kapcsolatok alakultak ki az idők során? Hát elmondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van. A iskolákban is szinte mindenütt voltunk. Érdekelt bennünket, hogy milyen munka folyik. Én mondjuk pedagógus vagyok, de a kertbarátokat is érdekelt. Tehát oda jár unokája, vagy gyereke, vagy bárkije, és nagyon jó volt, és olyan szeretettel fogadtak bennünket. Holnap például a Tari László múzeumban látogatunk el, a 60 éves a Tari László múzeum címmel tartanak nekünk előadást. Tehát mindenhova szívesen elmegyünk, és én úgy láttam, hogy szívesen is látnak bennünket. Csak egy gondolatot, ha már az iskola az előbb felszínre került, az oltó ágak, amiket önök a tündérkert? Tündérkert, igen. Emlékszem, ez egy régi projekt, de azért emlékszem, hogy erről mit tudhatunk még. A Széchenyi iskola gondolt egyet, hogy bekapcsolódik a tündérkert programba, mert nem tudom, hogy hallottak-e már róla, hogy Kovács Gyula Porszombat, Zalaegerszeg mellett kis falu, ő álmodta meg a tündérkertet, hát rengeteg őshonos fája van, és ővele fölvették a kapcsolatot, ő szívesen vállalta, hogy segít, aztán a kertbarátokkal vették föl a kapcsolatot, mi oltóágakat adtunk, ezeket az oltóágakat elküldték Porszombatra, és a Kovács úr oltványokat készített, és aztán azokat elhozták, elültették, és már nagyon szépek ezek a fák. Segítünk továbbra, és ebben az évben is 2 kertbarát metszette meg ezeket a fákat. Még azért itt megemlíteném, hogy a legszebb konyhakertek programban is gondolom hallottak már erről, mert sokan nem csak kertbarát, hanem a városba bárki beléphet ebbe, és a kertbarátok 80%-a benne van. Igaz, hogy így is szép a kertjeik, de én azt hiszem, hogy ez ösztönzőleg hat még arra is, aki szépen műveli, hogy még szebb legyen, mert ugye megnézik, fényképeket készítenek, és szép eredményeket is értünk el idáig. Tudom, hogy nagyon sok programban vesznek közösen részt. Az elkövetkezendő időszakban milyen eseményeken fognak részt venni?
Hát utána dr. Gulyás Katalin nyugdíjas orvosasszony látogat el hozzánk, és most új szerepkörben mutatkozik be, mint költő. Nagyon várjuk ezt a találkozást, mert már előbb említettem, hogy mindig orvosként jött el. Utána Hajdúszoboszlóra megyünk 23-an üdülni, ez a Vasútas Szövetség jóvoltából, tehát nagyon fontosnak tartja, hogy a klub tagok, a szövetség tagjai vegyenek részt gyógyüdülésen, és azért, aki a mezőgazdaságban dolgozik, annak nagyon fontos, hogy a térde fáj, dereka fáj, minden, és így el tudunk jutni jutányos áron, és 9 napot együtt töltünk 23-an. Ez csodálatos, azt hiszem. Már most 3. éve megyünk, azelőtt pedig Gunarasra mentünk, az Dombovár mellett volt, úgy szintén ott is kaptunk kezeléseket. Utána, mikor hazajövünk, másnap a Mártonnapra megfort boraink kóstolása lesz itt a művelődési házba. A 8-as teremben van nekünk a székhelyünk, és libatöpörtővel fogjuk, vagy libatöpörtő lesz az új borok mellé. Hát ez megint szakmai program lényegében, mert elmondjuk a jót is, meg a hibákat is egymás borairól. Utána jönnek, ugye, amit már említettem, a professzor úr, természetgyógyász, és nem tudom, hogy hagytam-e még ki valamit. Úgy gondolom, hogy nem, mert még azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk a kívülállókat is, mert majd a Kultúrház falára, plakáton olvashatják a programjaikat, és nyilvánosak és ingyenesek a programjaink. Tehát a közös névnapon, meg mit tudom én, ha halsütés van, vagy szalonnasütés, arra nem tudjuk meghívni a kívülállókat, mert arra nincsen helyünk. De itt a konferenciaterembe bőven elférünk. Mivel műsoridőnk lejárt, így megköszönöm, hogy befáradt ide hozzánk a stúdióba, és elmondta ezeket az információkat. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Adásunk végén, ahogy megszokhatták, programokat ajánlunk figyelmükbe. Október 17-én 17 órakor Gróf Nádasdy Borbála tart író-olvasó találkozót a Csemegi Károly könyvtárban. A szerző 56-os emlékeit is megosztja a résztvevőkkel. Szintén október 17-én 17 órakor nyitják meg Németh Gabriella fotóművész kiállítását a Piroska Városi Általános Iskolában. Köszöntőt mond Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője. Október 21-én 17 órakor Tetemre hívás címmel dokumentumjátékot tekinthetnek meg az érdeklődők a művelődési központban. Debreceni Tibor drámapedagógus és Cserna Csaba színművész előadása az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit mutatja be. Csongrád önkormányzata ünnepi testületi ülést és városi ünnepséget tart október 23-án 10 órakor a Magyar Király díszteremben. Beszédet mond Bedő Tamás polgármester. A városi kitüntetések átadását követően ünnepi műsort adnak elő az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola tanulói. A részletes programot képújság szolgáltatásunkban olvashatják el. Ez volt a Közéleti Mozaik, melynek ismétlését ma este 8-kor, éjjel 2-kor, valamint holnap reggel 7 órakor és 13 órakor tekinthetik meg. A szerkesztőségünknek írnának megtehetik a 6640 Csongrád postafiók 46 és a csongrad.tv@csongrad.hu e-mail címre. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, kérem, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!